Tisztelt Hölgyek és Urak! Ebben a videóban a kétdimenziós textúrázásról lesz szó. Kétdimenziós textúrázás annyit jelent, hogy vagy egy kétdimenziós területre, vagy pedig egy háromdimenziós felületre egy képet, vagy ha úgy tetszik, egy tapétát feszítünk rá, amely kép innentől kezdve meg fogja határozni a terület, vagy a felület színeit, vagy megjelenését. A kétdimenziós textúrázáshoz tehát a területet vagy a felületet meg kell feleltetni annak a koordinátarendszernek, amelyben a képet ábrázoljuk. Ezt a koordinátarendszert textúra koordinátarendszernek nevezzük, és feltételezzük, hogy a képünk egy 0-0, 1-1 sarokpontú egységnézetben található. A felület vagy terület leképzését ebbe az egységnézetbe paraméterezésnek nevezzük. Ha a paraméterezés készen van, akkor ebbe az egységnézetbe belefesthetjük azt a mintázatot, amit majd szeretnénk megjeleníteni a felületen, vagy terület belsejében, majd legutoljára a paraméterezés inverzével ezt a mintázatot, vagy a képet áttransformáljuk a geometriánk felületére, és ezzel a textúrázás megvalósult. A textúrázáshoz használt kép elemeit pixeleknek nevezzük, ahogy a pixel a picture element szavak rövidítéséből keletkezik, a pixel a texture element szavak összevonásából képződött. Objektum-centrikus megjelenítésnél háromszögeket küldünk végig a megjelenítési csővezetéken, tehát a textúrázás folyamatát is elegendő háromszögekre tárgyalni. A paraméterezéshez tehát a textúra térbeli háromszöget kell összerendelnünk a kétdimenziós vagy háromdimenziós világunk egy-egy háromszögével. Végtelen sok különböző megfeleltetés képzelhető el, amelyek közül a leggyakrabban használt a lineáris leképzés. A lineáris leképzés abból a felismerésből adódik, hogy bármely két háromszög között mindig létezik olyan affin transformáció, ami az egyik háromszöget a másikba viszi át. Az affin transformáció pedig Descartes koordinátákban kifejezve lineáris kifejezést akar. Ezt úgy láthatjuk be, hogy megpróbáljuk felírni ezt a lineáris leképzést, és csodák csodájára mindig sikerrel járunk. Keressük azt a megfeleltetést, ami az UV textúratérbeli koordinátákat megfelelteti a modellezési koordinátarendszerünk XYZ koordinátáinak. A kapcsolatuk lineáris, tehát az X valamilyen AX számszor U, meg bx másik számszor v, meg cx konstans, és hasonló a szerkezete az y meg az z koordinátáknak is. A leképzés ismeretlenei, tehát ez az ax, bx, cx, hasonlóképpen y meg z-re definiált számhármasok összesen 9-en. Ezeket az ismeretleneket abból a feltételből határozhatjuk meg, hogy az u1-v1 textúra koordináta párt a leképzésnek a háromszögünk első csúcsának kell megfeleltetnie, az U2V2-t a második csúcsnak, az U3V3-at pedig a harmadik csúcsnak. A megfeleltetés akkor vezet pontosan ide, hogyha eredményképpen X-ben és Y-ban és Z-ben is az előírt koordinátákat kapjuk meg, mivel három csúcspontunk van, mindegyik csúcspontot három koordináta definiál, ez összesen 9 feltételt jelent, tehát az ismeretlen 9 paraméterre pontosan 9 feltételt tudunk felállítani, ami egy lineáris egyenletrendszert eredményez. Ennek a lineáris egyenletrendszernek mindig van egyértelmű megoldása, ha csak a háromszögek nem elfajulók, azaz a három csúcsuk nem egyegyenesre illeszkedik. A paraméterezéssel, tehát ezzel az affin transformációval végeztünk. A képszintézis folyamata a modell háromszögeit áttransformálja fizikai képernyő koordinátarendszerbe. Tudjuk, hogy legáltalánosabb formában ez a megfeleltetés egy homogén lineáris transformáció. A pont koordinátákat homogén koordinátáknak tekintve egy mátrixozással kapjuk meg
a képernyő koordinátarendszerben a csúcspontokat, mégpedig homogén koordinátákban, amelyekből homogén osztással állíthatjuk elő a fizikai pixel koordinátákat, azok közül is az X és az Y koordinátapárt. Ezt a háromszög három csúcsára elvégezzük, akkor most már fizikai képernyő koordinátarendszerbe ismerjük a háromszögünk elhelyezkedését. A paraméterezés egy affin transformáció. A képszintézis folyamata egy homogén lineáris transformáció. Az affin transformáció egyben homogén lineáris transformáció is, és homogén lineáris transformációk egymás utáni végrehajtása is homogén lineáris transformáció, azaz a kapcsolat a textúratér és a fizikai képernyő koordinátarendszer között ugyancsak egy homogén lineáris transformáció, amit össze is vonhatunk, és ebben a formában kifejezhetünk, tehát az XY pixel koordináták homogén koordinátákban, és a extra homogén koordináta az UV textúra koordinátáknak homogén lineáris transformátja. A kitöltés során persze nem homogén koordinátákkal, hanem Descartes koordinátákkal dolgozunk, amit a homogén osztással származtathatunk a homogén koordinátákból. A rasterizáció a képernyő koordináta rendszerben dolgozik. Itt keressük meg azokat a pixeleket, amelyek a háromszög belsejében vannak, és a pixelekre tesszük föl azt a kérdést, hogy vajon ennek mi lesz a színe. Ehhez vissza kell transformálnunk a pontot textúratérbe, mert a színinformáció ott áll rendelkezésre. Ezt minden pixelre megcsináljuk, akkor a textúra térben a háromszöghöz tartozó képelem fog megjelenni a képernyőn a hozzákapcsolt háromszög felületén. A megvalósításhoz tehát ezt az inverse transformációt kell hatékonyan kiszámolni. A transformáció ebben az irányban egy homogén lineáris transformáció. Tekintsük annak az egyenletét, osszuk el mind a két oldalt vevével, és szorozzuk meg mind a két oldalt a P transformációs mátrix inverzével. Az X és Y, valamint a vevé hányadosa a fizikai X pix, Y pix pixel koordináták. A P-mátrix inverzével való szorzás miatt ez átkerül a másik oldalra, és ennek eredményeképpen előállítjuk az U per vevét, V per vevét és 1 per vevét, azaz ez a textúra koordináta hármas homogén koordinátákban megadott textúra koordináta lesz a fizikai pixel koordinátáknak lineáris függvénye. Elnevezhetjük az U per vevét, V per vevét, 1 per vevét, nagy U, nagy V, nagy vevének, és ezek után mondhatjuk, hogyha nekünk a kis U, kis V, Descartes textúra koordináták kellenek, akkor a nagy U, nagy vevéből ezek homogén osztással származtathatók, mert a kis U per kis vevéből úgy kaphatunk kis út, hogyha azt 1 per vevével elosztjuk. És hasonlóképpen igaz ez a V textúra koordinátára is. Nézzük a nagy U számítását a X pix, Y pix pixel koordináták függvényében. Tehát képernyő koordináta rendszerben a háromszögünket kitöltjük, a belső pixeleket pásztánként meglátogatjuk, egy pásztán belül pedig végig sétálunk, és minden belül levő pixelre kiszámoljuk a textúra koordinátákat, majd a textúra koordináták alapján kiolvassuk azt a texelt, ami ehhez a pixelhez tartozik. A nagy U homogén koordinátás textúra koordináta egy mátrixozással kapható meg a pixel koordinátákból, azaz azoknak egy lineáris függvénye, AU, BU, CU lineáris tagokkal. Azaz a nagy U számítása egy pixelre két szorzást és két összeadást igényel. Ez egy pixel szintű művelet, tehát itt igazán csínyán kell bánnunk a bonyolultabb műveletekkel. Szerencsére az inkrementális elv felhasználásával ez is egyszerűsíthető, kihasználva azt, hogy a pixeleket pásztánként és egy pásztán belül pedig egymás után látogatjuk meg, mivel ez az X pixel koordinátára lineáris kifejezés a nagy U, mindösszesen a nagy AU paraméterrel nő abban az esetben, hogy az X pixel koordinátát egyel megnöveljük.
Azaz, ahelyett, hogy két szorzás, két összeadást kellene elvégeznünk, az inkrementális elvnek köszönhetően az előző pixelhez tartozó nagyú koordinátákból a jelenlegi pixel nagyú koordinátája egyetlen egy összeadással abszolválható. Ugyanez a történet a nagy V, nagy V pixel koordinátákra is. Az inkrementális elv összeadásra vezeti vissza a nagy U, nagy V, nagy V koordináták számítását egy pásztára, amit direkt módon hardware-ré lehet fordítani. Tehát a pászta feldolgozásához kell egy számláló, amely minden órajelre egyel növelt pixel koordinátát eredményez, az y-koordináta egy pászta mentén állandó, a nagyvevé homogén koordinátás textúra koordináta az előző értékből úgy áll elő, hogy hozzáadjuk a konstans a vevé értéket, a nagyú pedig úgy, hogy hozzáadjuk a konstans nagy a u értéket, a nagy v pedig, hogy hozzáadjuk a konstans nagy a v értéket. Ezzel egy órajelre a pixelhez tartozó textúra koordináták homogén koordinátákban, tehát nagy U, nagy V, nagy V formában megszületnek, amihez még két osztás szükséges ahhoz, hogy a Descartes koordinátákat is megismerjük, ami kis U, kis V-vel jelöltünk. Ez a kis U, kis V pár fogja megcímezni a textúra memóriát, és ez alapján fogjuk előkapni azt a texelt, amelynek a színe az adott pixel színét meghatározza. A hardware működtetéséhez ezekre az inkrementsekre, AU, AV, AVV inkrementsekre van szükségünk. Ezek számítását többféle úton is megvalósíthatjuk. Nézzük az AU számítását, amely a nagy U koordinátához kapcsolódik. Az első stratégiánk az interpolációs követelményből adódik. Ismerjük a háromszögünk három csúcsának Descartes koordinátáit, és a hozzájuk tartozó nagyú textúra koordinátát, a feladatunk az A paraméternek a kiszámítása. Tudjuk azt, hogy ha a csúcsok Descartes koordinátáit helyettesítjük be, ezekbe az ismeretlen A, B, C paraméterekkel rendelkező egyenletekbe, akkor az ugyancsak ismert U1, nagy U2, nagy U3 textúra koordinátát kell visszakapnunk. Ez három egyenlet, három ismeretlennel az A, B, C-vel, amit meg lehet oldani, ha A megoldásaként ezt a szép képletet kapjuk. Ugyanez a képlethez el lehet jutni egy másik gondolatmenetet alkalmazva is. Az U az X, Y pixel koordinátáknak lineáris függvényei, tehát az X, Y, U térben az összetartozó számhármasok egy síkon vannak. A sík egyenletét ismerjük, az első három helyen a koordinátákat a normál vektor három komponense szorozza. A normál vektort pedig egy háromszög esetén úgy kaphatjuk meg, hogyha képezzük az élvektorokat, tehát kivonjuk például a második pontból az első pontot, majd a harmadik pontból az első pontot, és képezzük a két élvektornak a vektoriális szorzatát. Ez lesz a háromszög síkjának a normál vektora. Mi a U textúra koordinátát az X és Y explicit függvényeként szeretnénk kifejezni, tehát az általános implicit síkegyenletből az út kell kifejeznünk, úgy, hogy átvisszük a másik oldalra, és az egyenlet mindkét oldalát elosztjuk mínusz n u-val, és akkor világossá válik, hogy az a az nx-nek és a mínusz n u-nak a hányadosa. Ha ezt végig számoljuk, akkor persze akkor ugyanarra a megoldásra jutunk, mint amit az interpolációs feltételből is kaptunk. A textúra leképzés során a pixel középpontokat transformáljuk át textúra térbe, és a transformált helyről olvassuk ki a megtalált texel színét. A textúra szempontjából ez egy mintavételezés, ezért a jelfeldolgozás mintavételezéssel kapcsolatos elméletének szépségei és egyben problémái is szükségképpen megjelennek. Előfordulhat, hogy a fizikai képernyőkoordináta rendszerből a textúra térbe transformáció olyan, hogyha egyet lépünk a következő pixelre, akkor ennek hatására
a textúra térbeli lépésköz egy texelnyinél kisebb. Ez azt jelenti, hogy egy texel a képernyőn sok pixelben tűnik föl. Ezt az esetet nagyításnak vagy magnificationnek nevezzük. Az is előfordulhat, hogy midőn egyet lépünk pixeltérben, ennek a következménye egy nagy ugrás lesz a texelek között, melynek során elveszítjük az átugrott texelek hordozta információt a képernyőn. Ez azt jelenti, hogy elvileg nagyon sok texel verseng egyetlen egy pixelért, és amelyik éppen megfelel a pixel középpontjának, az fog kiválasztódni, annak a színe fog föltűnni a pixelben. Ez a kicsinyítés vagy a minification esete. Ezek a képek matematikai mintavételezéssel készültek, azaz a pixel középpontját transformálta át a hardware textúra koordináta rendszerbe, és ott egyetlen egy texelt olvasott ki. A mintavételi, illetve szűrési eljárás OpenGL-ben beállítható, külön arra az esetre, amikor nagyításról vagy magnificationről van szó, illetve amikor kicsinyítésről vagy minificationről van szó. A matematikai mintavételezés a GL-nél ezt. Egyik sem jó vizuálisan. A nagyítás vagy magnification esetén az egyes texelek határai föltűnnek a képernyőn, és ez nem túlságosan szép, de különösen csúnya eredménye a kicsinyítésnek vagy minificationnek van, ugyanis a elveszett texelek hiányoznak a képről. Textúra képből lényegében egy zaj keletkezik, attól függően, hogy melyik texelnek van szerencséje kiválasztódni a mintavételezési eljárás során. Textúrázás során minden texelt ki kell választani annak érdekében, hogy ne legyen információvesztés. A mintavételi frekvencia a pixelekből adódik, és ezt fixnek kell tekinteni. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ezt a csúnya mintavételi hatást megszüntessük? Olyan virtuális texelekkel kell dolgozni, amelyek elegendően nagyok ahhoz, hogy egy texel legalább egy pixelnek megfelelhessen. Egy ilyen eljárás a MIPMAP, amely a latin multum in parvo szavakból származik. Ez lényegében azt jelenti, hogy több egyben, és mindjárt világossá válik, hogy honnan is van ez az elnevezés. Az alul mintavételezési hibák csökkentéséhez elvileg egy olyan algoritmust használhatnánk, ami nem csak a pixel középpontját transformálja át textúra térben, hanem a pixel összes pontját. Tehát ez lesz a virtuális texelünk, az ebbe szereplő valódi texelek átlagszínét kell képezni, ami majd meghatározza a pixel színét. Azonban ezt a műveletet minden pixelre végre kell hajtani, amire nagyon kevés időnk van, tehát ezt a bonyolult műveletet nem engedhetjük meg magunknak. Ehelyett a négyszöget kicseréljük előre definiált négyzetekre, és annak a négyzetnek az átlagszínét alkalmazzuk, ami a lehető legközelebb van a transformált négyszöghöz. Az ilyen előre definiált négyszögekhez a bemeneti kép lemintavételezésével jutunk, tehát tekintsük az eredeti képet, majd minden négy szomszédos texelből származtassunk egyetlen egy texelt, ami egy fele akkora felbontású képet eredményez, majd annak szomszédos pixeleiből átlagolással állítsunk elő egy újabb texelt, ami most már az eredeti képnek a negyed akkora felbontású változatához vezet, és ezt ismételgetjük egészen addig, még egyetlen egy texelig nem jutunk, ami a teljes képnek az átlagszínét tartalmazza. A transformált négyszög méretéből el tudjuk dönteni, hogy akkor a lemintavételezett változatok közül melyiket kell alkalmazni, melyik szinten kell egyetlen egy texel kiolvasásával meghatározni a pixel színét. Ezt a szűrési eljárást az OpenGL-ben be lehet állítani, amit külön hardware támogat, sőt két fajtája is meg van valósítva. A GL Linear MIPMAP Nearest azt a szűrést végzi el, amit elmeséltem. A GL Linear MIPMAP Linear még egy fokkal tovább lép, becslés alapján, hogy a pixel transformált képe mekkora, meg kell határozni azt a szintet,
amely szintről a texteleket kiolvassuk. Nagy valószínűséggel a becsült méret alapján valahol két szint közé célozzuk be magunkat. Ez a GL linear, bitmap linear azt jelenti, hogy mind a két szintről kiolvasunk, majd attól függően, hogy melyik szinthez vagyunk közelebb, a két kiolvasott szint súlyozott átlagát képezzük. A GL linear ezt matematikai mintavételezéssel összehasonlítva a mipmeppelési eljárást látjuk, hogy ezek a alulmintavételi hibák, úgynevezett Moiré minták eltüntethetők a képről. Hát persze a mintázat elkenődik, mert sok texel fogja átlagában meghatározni az egyes pixelek színét. Még egy fontos mintavételezési eljárást valósítottak meg a OpenGL-ben, illetve a GPU hardware-ben. Ez a bilináris interpoláció, ez elsősorban a nagyítási hibák csökkentésére alkalmas. Mintavételezés esetén áttransformáljuk a pixel középpontot, és valahol a texelek közé jutunk. A matematikai mintavételezés a legközelebbi texel színét használja a pixel kiszínezéséhez. Ennél jobb eredmény érhető el, hogyha mind a négy texelt felhasználjuk, amely közre fogja a transformált pontot. Mégpedig a négy texelnek súlyozott átlagát képezzük, annak függvényében, hogy a transformált pont melyikhez van közel. A bilináris szó abból adódik, hogy két lineáris átlagolást képezünk. Először is ezt a két texelszint átlagoljuk lineárisan, csökkenő súlyjal, hasonlóképpen ezt a két texelt is átlagoljuk lineáris interpolációval, majd a két lineárisan interpolált értéket függőleges irányban még egyszer lineárisan interpoláljuk. A bilináris textúra szűrés GL linear kapcsolóval állítható be. A GL linear szűrés típus hatékonyan alkalmazható a nagyításkor megjelenő csúnya texel határok elkenésére. Nézzük meg, hogy a textúrázási funkciók hogyan érhetők el az OpenGL-en keresztül, és hogyan valósulnak meg a grafikus kártyán. A folyamatban a grafikus kártya több egysége is részt vesz, ezért első pillantásra a folyamat kissé bonyolultnak tűnik. Mindenek előtt a GPU textúra memóriájába el kell helyeznünk azt a képet, amely a textúra alapját fogja képezni. Ezen kívül, amikor a geometriát definiáljuk, akkor minden csúcsponthoz azt is meg kell mondanunk, hogy az a csúcspont textúra koordinátában hol van, azaz milyen UV textúra koordinátákkal rendelkezik. A megjelenítési csővezeték a általunk definiált VAO-k és VBO-k tartalmát első körben a csúcspont árnyalón zavarja át. A csúcspont árnyalónak a textúra koordinátákat tovább kell adnia a ponttal együtt a vágás, viewport transformáció, rasterizációs egység felé. Ezek az egységek, ha új pontok keletkeznek, és rasterizáció során nyilván új pontok keletkeznek, a csúcspont tulajdonságokat interpolálni fogják. Ha tehát továbbadjuk a textúra koordinátákat, mint csúcspont tulajdonságokat, akkor a rasterizáció kimenetén a pixel vagy fragmentshader az interpolált változatot fogja megkapni. Az interpoláció azzal a homogén lineáris interpolációval zajlik, amit a textúrázás során megismertünk. A fragment shader dolgozza föl az egyes pixeleket, amely akkor ennek megfelelően megkapja az interpolált textúra koordinátát, amely alapján ki kell olvasnia a textúrát, és akkor a kiolvasott értéket, mint szint fogja felhasználni a pixel kiszínezésére. A textúra kiolvasása egy textúra mintavevő egység, úgynevezett sampler uniton keresztül történik, amely felelős olyan dolgokért, mint például a bilináris interpoláció vagy a bitmappelés.
A fragmens árnyalónk ezt az interpolációs, vagy szűrő, vagy mintavevő egységet fogja látni, amelynek a másik felét nekünk kell hozzá kapcsolni a feltöltött textúra képhez. Nézzük tehát sorjában, az első lépésünk a textúra memóriában a textúrázás céljára szolgáló kép elhelyezése. Ezt a kis függvényt használhatjuk erre a célra, ami megkapja a textúra dimenziói, szélességét, magasságát és a textúra texeleit egy VEC4 típusú tömbbe. Ránk van bízva, hogy ezt a VEC4 típusú tömböt hogyan állítjuk elő, generálhatjuk ezt programmal, ebben az esetben procedurális textúrázásról beszélünk, vagy beolvashatunk egy külső képfájt is, amit fontos hangsúlyozni, hogy ehhez persze az OpenGL semmiféle támogatást nem ad, az OpenGL a grafikus kártyát vezérli, és semmi köze a képfájlainkhoz. Nekünk kell megoldani például egy alkalmas könyvtár alkalmazásával. Az Upload Texture függvény, tehát a CPU memóriájában valamilyen módon létrehozott képet át fogja másolni a GPU-ra. A textúra is erőforrás, a WAO-hoz, VBO-hoz hasonlóan, tehát az ezzel való foglalatoskodás is azzal kezdődik, hogy generáltatunk textúra azonosítót. Jelen pillanatban egyet, egyszerre lehetne több erőforrást is létrehozni. Hát most egyet hozunk létre, az erőforrás azonosítót pedig ebben az unsigned int változóban kapjuk vissza. A most generált azonosítójú textúrát rögtön bindoljuk, mert ezt szeretnénk módosítani, mégpedig kétdimenziós textúraként. Ezt azért kell külön kiemelni, mert az OpenGL kezel egy- és háromdimenziós textúrákat is, és egyszerre lehet éppen egy darab egydimenziós, egy darab kétdimenziós és egy darab háromdimenziós textúra aktivizálva. A GL TextImage 2D függvénnyel az utoljára bindolt, mégpedig ebben az esetben kétdimenziós textúraként bindolt textúrába átmásoljuk a képünket. Ennek van egy pár paramétere. Az első paramétere a mipmap szint. Ugye a mipmappelés ez nem csak az eredeti kép, hanem annak a fele, negyed, stb. Lekevert változatai is szükségesek. Tehát ha szeretnék mipmappelni, akkor a teljes hierarchiát föl kell tölteni a GPU-ra. Ha most nem fogunk mipmappelni, tehát ez a mipmap szint a teteje a hierarchiának, amit nullával azonosít az OpenGL. Meg kell mondanunk, hogy az OpenGL belül milyen formátumú texeleket használjon. Ez az RGBA azt jelenti, hogy ezek színes texelek, és még átlátszatlanságot is lehet rendelni hozzájuk. A vicc helyt értelemszerűen a textúra szélessége és a magassága. A border vagy határ egy speciális dolog. Emlékezzünk vissza például a bilineáris interpolációra, amely négy texel színét használja ahhoz, hogy a visszaadott texel színét súlyozott átlagolással képezze. Na most a textúra legszélén ezt a négy körbevevő texelt már nem lehet azonosítani, mert lelógnának a képről. Hogy ez ne fordulhasson elő, extra határt, vagy bordert lehet a textúrához rendelni, és itt lehet megmondani, hogy az hány texel szélességű legyen. Hát most ezzel nem törődünk, így a határt nullára állítjuk be. A GL Text Image 2D utolsó három paramétere pedig a kép forrás formátumáról rendelkezik. Meg kell mondanunk azt, hogy honnan kezdődik az a CPU memória, amelyben a képünk el van helyezve, abban milyen formában tároljuk a pixeleket, megint az RGBA arra utal, hogy ennek van RGB komponense és átlátszatlanság komponense is, a GL float pedig arra utal, hogy minden komponens floatként ábrázolunk, tehát egyetlen egy texelhez a tömbben négy darab float tartozik. Már a textúra létrehozásánál is javaslatot tehetek a mintavevő egység működtetésére. Tehát itt például azt mondjuk, hogy az éppen aktív, azaz bindolt textúrát
tessék úgy inicializálni, hogy kicsinyítés esetén matematikai mintavételezést, azaz a legközelebbi textet válassza ki, nagyítás esetén pedig a bilináris szűrést alkalmazza. Igazából még nem választottuk ki a mintavevő egységet, tehát ezt az információt a textúra maga fogja tárolni, és amikor majd az összekötés megtörténik, akkor fogja ezeket a paramétereket delegálni a mintavevő egység számára. A textúrázási feladatok következő része a virtuális világ objektumának létrehozásával kapcsolatos. Idáig vektorizált formában definiáltuk a felületeket vagy területeket, azaz a csúcspontok DK-t koordinátáit soroltuk föl. Most minden csúcsponthoz hozzá kell adnunk azt a tulajdonságot, hogy ez a csúcspont textúra térben hol helyezkedik el. Egyik lehetséges megoldás például az, hogy az objektum, azaz a VAO két VBO-t, két tömböt tartalmaz, az egyik tömbben a modellezési koordináta rendszerbeli Descartes koordinátákat soroljuk föl, a másik tömbben pedig ugyanezen csúcspontoknak a textúra térbeli helyét ugyancsak Descartes koordinátánkban. Tehát generáltatunk most is egy darab VAO-t, mert ugye minden objektum az egy VAO, amit bindolunk, a VAO-n belül generáltatunk két darab VBO-t, az első VBO fogja tárolni a Descartes koordinátákat, tehát akkor bindoljuk az elsőt, ugye nullás indexű VBO-t, egy CPU tömbben föltöltjük a Descartes koordinátákat, majd a GL buffer data parancsal a CPU-ról átmásoljuk az információt a GPU-ra, engedélyezzük a vertex shader nullás bemeneti regiszterét, és közöljük az OpenGL-lel, hogy ezt a VBO-t használja a nullás bemeneti regiszter táplálására, mégpedig úgy, hogy a nullás bemeneti regiszterbe csúcspontonként két floatot másoljon át ebből a VBO-ból. Ilyet már láttunk, akkor most egészítsük ki ezt a textúra koordinátákkal, tehát akkor most bindoljuk az egyes indexű másik VBO-t, a CPU memóriában kitöltjük a csúcspontok UV koordinátáit, majd GL buffer data parancsal ismét átmásoljuk ezt a CPU tömböt az aktuálisan bindolt VBO-ba. Engedélyezzük az első bemeneti regiszterét a csúcspont árnyalónak, és közöljük az OpenGL-lel, hogy ezt a VBO-t az egyes bemeneti regiszterbe másolgassa át, mégpedig csúcspontonként mindig a két következő flótjával, tehát minden csúcspont feldolgozása során a nullás bemeneti regiszterbe fogja a csúcspont árnyaló látni a Descartes koordinátapárt, az egyes bemeneti regiszterbe pedig ezen ponthoz tartozó UV textúra koordinátapárt. A rajzolás során a VBO-k tartalma végigmegy a megjelenítési csővezetéken, először a csúcspont árnyalót látogatja meg, de nullás bemeneti regiszterbe fogjuk megtalálni a pontunk Descartes koordinátáit, az egyes bemeneti regiszterbe pedig a hozzátartozó UV-ket. Az elhelyezkedést definiáló koordinátákat, mint általában transformálnunk kell normalizált eszközkoordináta rendszerbe, és kiírni az eredményt a GL Position regiszterbe. Ugye a transformáció tipikusan a Model View projekciós transformáció végrehajtását jelenti. A textúra koordinátát a csúcspont árnyalás során általában nem módosítjuk, csupán csak a bemeneti regiszter tartalmát átmásoljuk a kimeneti regiszterbe. Ez a kimeneti regiszter a csúcspont egy tulajdonsága lesz, ezt ótként kell definiálni, hogy kimeneti regiszter legyen. Minden kimeneti regiszter követi a csúcspontot a fix műveleti lépések során, vágás, viewport transformáció, rasterizáció és homogén lineáris interpolációval újra értékelődik, hogyha a műveletek során új pontok keletkeznek. Amikor a folyamat megérkezik a pixel árnyalóhoz, akkor ugyanolyan névvel kell hivatkoznom ugyanarra a tulajdonságra. A pixel árnyalónak ez a tulajdonság bemeneti regisztere lesz, ami a
csúcspont árnyalónak kimeneti regisztere volt. A pixel árnyaló ezt a tulajdonságot, pontosabban ennek a tulajdonságnak a homogén lineáris interpolált változatát fogja megkapni, amit felhasználhat a számítások során. A fragmens árnyaló a pixel színét adja tovább, ez a fragment color kimeneti változóban, amit most úgy tesz meg, hogy az interpolált textúra koordinátát, mint címet felhasználva, beleolvas a föltöltött textúrába, mégpedig egy mintavevő egységen keresztül. Tehát a pixel árnyaló nem közvetlenül a képet látja, hanem azt a mintavevő egységet, amely a másik oldaláról a képhez van hozzákötve. Ennek a mintavevő egységnek mondhatjuk meg azt, hogy milyen mintavételi eljárással, vagy milyen szűrési algoritmussal dolgozzon. A texture függvény pedig akkor elvégzi a szűrést, és visszaadja azt a szűrt értéket, amit a kép alapján és a szűrési algoritmus alapján elő tudott állítani. És ez az érték lesz az a szín, ami a rastertárba beíródik. Még egyetlen egy feladatunk van, hogy melyik is ez a sampler unit, mintavevő szűrő egység, és még nem kapcsoltuk össze a textúra a memóriába feltöltött képpel. A GPU hardware több, ez típusfüggő, de lehet azt mondani, hogy sok textúra mintavevő egységgel rendelkezik, amelyekből bármelyiket használhatjuk. A GPU program a textúra mintavevő egységekre a sorszámával hivatkozik. El kell döntenünk, hogy melyiket használjuk, hát ebben a programban használjuk a nullást, tehát ez a sampler változó legyen nulla. Visszamegyek egy pillanatra a GPU programban, ezt a mintavevő egységet sampler unit névvel illettük. Tehát a szokásos módon kiderítjük, hogy ennek a sampler unit változónak mi a címe a GPU-n, GL Get Uniform Location pontosan ezt a célt szolgálja, és visszaadja a sampler unit címét, majd a címre hivatkozva beállíthatom a GPU uniform változójának az értékét, ebben a konkrét példában nullára, mert a nullás egységet szeretném használni. Ezzel ez a világos kék kapcsolat megszületett. Még a piros kapcsolat van hátra. Egyrészt engedélyeznem kell az OpenGL-en keresztül a kiválasztott mintavevő egységet, ez a GL Active Texture. Az OpenGL oldaláról nézve ezeket a mintavevő egységeket fix nevekkel illethetjük. Tehát például GL Texture 0 az a nullás egység, a GL Texture 1 az egyes egység, és így tovább. Az is garantált, hogy ezek a define-ok vagy konstansok egymás utáni természetes számok, tehát a ijedik mintavevő egység mindig megcímezhető úgy, hogy GL Texture 0, amihez hozzáadjuk az i-t. Ebben az esetben a samplert, ami nulla, tehát nem változtat az egészen semmit. Az aktív textúrázó egységhez kapcsoljuk hozzá a másik oldalon a képként föltöltött textúrát annak a bindolásával. Ez a kapcsolat is megszületik, akkor innen most már föl is rajzolhatjuk az objektumunkat, ugye GL bind vertex array kiválasztja aktívvá a korábban létrehozott objektumunkat, aminek a azonosítója ez a wow, és a draw call, a GL draw rész pedig végigzavarja a geometriát, ahol a csúcspontok viszik magukkal az UV koordinátákat egészen a pixel árnyalóig, ahol a pixel árnyaló kiolvassa a szűrőegységen keresztül a textúrát. Mutatok egy programot, egyelőre csak felhasználói szempontból. Ennek a programnak a részletes implementációja egy másik videónak a tárgya. Tehát ebben a programban egyetlen egy négyszögünk van, amelynek a négy sarkát interaktíven módosíthatom, és erre a négyszögre egy képet textúráztam föl. Tehát ahogy deformáljuk a négyszöget, a kép követi, a képet nem módosítjuk, a textúrát nem módosítjuk, csak azt a geometriát, amely ezt a képet tartalmazza.